Jó hír az ovisoknak, az aranygaluska örök kedvenc. De ebben az esetben a hentes tokány és a rántott hús is sikeres az alsósok körében. Almából pedig minden mennyiség a rendelkezésre áll. Óriási merőkanalak, hatalmas üstök és rendkívüli adagok. Mi másról is szólhatna a mai műsorunk, mint a közétkeztetésről, egészen pontosan a Pécsi Egyházmegye közétkeztetési vállalkozásáról, a Manzáról. Készítjük az ovisteát, a vaníliasodót az aranygaluskához, közben megnézzük azt is, hogy a gyerekek milyen étvággyal fogyasztják ezeket az ételeket, és persze eláruljuk azt is, hogyan lehet jól működtetni egy naponta több mint 1000 embert kiszolgáló konyhát. Itt a Gasztrokult mai adásában. Reggel 5:30, Bodonyi Attila mester szakács már megérkezett. Ő irányítja az ételek elkészítését. Péntek van, ez a nap bizonyos szempontból könnyebb, mint a többi. A mai feladat, mivel péntek van, böjtös napot főzünk, tésztát főzünk. Kétféle tészta lesz, aranygaluska vaníliásodóval és túros tészta. Háromféle leves, egy megyleves, egy gulyásleves, és egy alföldi zöldségleves. Ezt a háromféle levest főzünk. Mindig háromféle levest főzünk egyébként. Van a szociális otthon, akinek főzünk. Ugye oda mennek a diétás ételek is, általában a szociális otthonban, meg a pépes ételek, amiket ők esznek. A másik kétfajta leves pedig az iskoláknak, a óvodáknak megy ki, mert oda kétfajta levest adunk. A B menü van természetesen, és akkor ahhoz van két külön leves. Jelenleg több mint 1200 emberre főznek itt a hétvégék kivételével minden nap. 10 ember oldja meg, akik közül 7-en dolgoznak egyszerre. A zöldséges szokott jönni legelőször, az már akkor ide rakja az árut, mikor még nem is vagyunk itt, be tud jönni ő, behordja az árut, és akkor, mikor megérkezünk mi, akkor azt szétszortírozzuk, elhűtőzzük, mindent föl kell címkézni természetesen, hogy nyomon követés céljából minden árut, nem csak a zöldséget, tehát minden egyes tételt, ami bejön, bármilyen szárazáru, húsáru, zöldségáru, azt mind fel kell címkézni, az a feladat először, és akkor utána pedig azt megcsinálja egy kolléganő, meg szépen, ami nekünk szükséges, ki van írva ugye a kiírásba, azt behozzuk a konyhára, és neki állunk dolgozni, főzni. A zöldségek tisztítva érkeznek, darabolva érkeznek, ezt nem lenne kapacitásunk nekünk megcsinálni. Nincs egy zöldség előkészítünk gyakorlatilag, de van egy zöldség előkészítünk, egy zöldség raktárunk nincsen. Tehát csak tisztított, vákumozott áru érkezik be, van egy zöldséges hűtőnk, oda be van minden pakolva, és onnét hozzuk neki ezeket az árukat. A húsáru az ugyanígy, hogyha megérkezik, felcímkézzük, elraktározzuk, feldolgozzuk, és reggel minden elő van készítve, tehát mi előző nap mindent előkészítünk, és reggel behordjuk a konyhára, és nekiállunk főzni. Mindent bekapcsolunk, elindul, és akkor kiosztjuk reggel a feladatokat, hogy ki mit csinál, hogy ma a leveseket te csinálod, a valamilyen ragut azt te csinálod, a sütést valaki intézi a sütőbe, hogyha ilyen sütős dolgok vannak, akkor valaki azzal foglalkozik, mert egyébként, hogyha mindent csinálna mindenki, akkor abban káosz lenne. Ahogy ezt hamarosan hallani és látni fogjuk, hatalmas mennyiségű étel érkezik a főzőkonyhára. A közétkeztetés nem egyszerű feladat, mégis ez a hely, a Pécsi Egyházmegye konyhája egy ennél sokkal nagyobb és összetettebb rendszer része. 2014-ben volt a Pécsi Egyházmegyének egy fejlesztése, ami egy turisztikai fejlesztés volt, és azokat az ingatlanokat, amik a tulajdonában voltak, de sok esetben már nem használták, és azokat, amik viszont gyönyörűek, mint a Székesegyház és a Dzsámi, ezt össze tudta fogni egy projektbe és egy fejlesztésbe. És ennek az üzemeltetésére jött létre gyakorlatilag a mi cégünk, és kezdtük el ezeket a tereket élettel megtölteni, funkcióval, tartalommal. Úgyhogy az első feladatunk az gyakorlatilag egy turisztikai feladat volt, amivel az épületeket elkezdtük a látogatófogadásnak a részeként üzemeltetni, és aztán szépen később bővítettük a tevékenységet és a helyszíneket. Ennek egy következő lépése volt a gasztronómiának a felépítése, ami akár itt a Magtán Látogatóközpontban egy kávézónak a kialakítása, és ahogy bővültünk, ennek az utolsó lépcsőfoka volt a közétkeztetése és a Manzának a kialakítása. Ennek a rendszernek a gasztro üzletágáért Üveges Pál Leona felel. Itt természetesen hozzá tartozik a Manza is.
nem menza, hanem manza. A manna és a menza szavak ötvözése nem véletlen. Ez a menza már nem az a menza. Nem nagyon lehet összehasonlítani a 20-25 évvel ezelőtti menzával a mai manza kínálatot. Amikor mi elkezdtük, amikor megkaptuk ezt a feladatot, akkor elsősorban stratégiailag tűztünk ki magunknak célokat, és alapvetően amit mi kitűztünk, és ami köré fölépítettük ezt az üzletágat, az egyértelműen az volt, hogy mi azt szeretnénk, hogy a gyerekek a menzán kapott ételt megegyék, és ne a moslékba kössön ki. Ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha ételről beszélünk, akkor az egy végtelenül szubjektív téma. Ugyanaz az étel valakinek nagyon tetszhet, addig, amíg valaki egyáltalán nem szeretné azt megenni. Tehát ez egy nagyon sikamlós terület, mindazonáltal tudjuk azt, hogy a gyerekek nagyjából mik azok az ételek, amiket ők szeretnek, tudjuk azt, hogy merre mennek a mai trendek, és ez egy picit ambivalens dolog is, mert mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy ebben a mai világban, amikor sokszor a családok már nagyon későn este érnek haza, és a szülőknek nincs ideje főzni, mint amikor mi gyerekek voltunk, ahol a nagymama vagy valaki azért tudott főzni a családra, ez most már nagyon-nagyon ritkán van jelen, tehát a gyerekeknek a táplálkozása átalakult. A gyerekek most már nem eszik azokat a hagyományos, jellemzően nem eszik azokat a hagyományos ételeket, a főzelékeket, amiket mi régen gyerekkorunkban ettünk, ezt igyekeznek sokszor sokkal gyorsabban megoldani a szülők. Tehát egyfelől szeretnénk azt, hogyha a gyerekek sokféle tápanyaghoz jutnának, azokat a régmúltban is alkalmazott ételeket is fogyasztanak, amik az ő javukra válnak. Ugyanakkor nyilván igyekszünk megfelelni annak a kritériumnak is, hogy ezek a gyerekek most már street foodon nevelkednek, most már más típusú ételeket esznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy abszolút vegyes felvágott, tehát nálunk ugyanúgy megtalálható a tökfőzelék, mondjuk, mint alkalomattán egy street food szendvics, vagy éppen egy hamburger. Illetve próbáljuk nyilván a reform szempontokat is figyelembe venni, a reform alapanyagokat, tehát főzünk kölessel, használunk bulgurt, igyekszünk sok zöldséget adni a gyerekeknek, ha rizs van, vagy bulgur van, akkor azt igyekszünk zöldséggel keverni. Tehát sok szempontnak igyekszünk megfelelni, és hát nyilván van egy olyan kötelem is, ami köt bennünket, mint minden más közétkeztetőt, az pedig a rendelet, ami nagyon-nagyon sok szabályt ír elő, aminek nem olyan könnyű megfelelni, de azt gondolom, hogy tudjuk ötvözni ezt a nagyon-nagyon sok nézőpontot a menünkben. Visszatérünk a főzőkonyhába. Kicsit körülnézünk, mégis mi kell ahhoz, hogy ennyi embert jól lakassanak naponta többször is. A konyhának ez a része, ez a diétás része, az összes diétát itt főzzük, ugye el kell különíteni az összes többi főzéstől és alapanyagtól a diétásoknak az alapanyagát, azt itt készítjük ezen a konyhának, ezen az elválasztott kis részén. Ez arra tökéletesen elég és teljesen jó. És akkor, ha megyünk tovább, mutatom, a konyhának ez a része az igazi főzőkonyha. Itt készítjük az összes többi ételt, a nagy mennyiségeket, a nagy tételeket. Eszközeink azok kiválóak, jó nagy üstjeink vannak, pirítóserpenyőink, kombisütők, gázsámolyok. Ezekkel az eszközökkel kell megoldanunk azt, amit meg kell oldani, és meg is tudjuk oldani vele jól, mert ez erre elég. A konyha szép nagy, mi meg mindig azt mondjuk, hogy kicsi, mindenki azt mondja, hogy nagy, de mi azt mondjuk, hogy kicsi. Majd ez akkor fog látszani, hogyha tálaljuk ki az ételeket, hogy akkor nagyon kicsi. De az a fél óra, 3-4 óra. Ez a fekete mosogató, ez gyakorlatilag azokat az edényeket jelenti, amivel főzünk. Ide más nem kerülhet be, tányér, evőeszköz, semmiféle ilyesmi. Mondjuk nincs is, mert ugye itt nincs nálunk étkezés. Vannak ugye ezek a nagy pirítóserpenyők, ezek nélkül az üstök, 3 darab nagy üstünk van, 2 400 literes, 1 150 literes, van a 2 kombinált sütőnk, azok ilyen nagyon nagyok, azok 20 tepsisek, van a 2 tűzhely, meg a 3 zsámoly. Tehát ezek még gyakorlatilag bármelyik hiányozna, már bajba lennénk. De nem kerülnek bajba, megoldják a feladatot minden egyes nap. Szervezettség, szakértelem és rutinos rögtönzés, ha netán valami homokszem kerül a gépezetbe. De erről majd később. Most megnézzük, mi a reggeli. Ez a reggeli teja. Ezt a kolléganő ott már irogatja ki. A
az óvodáknak, iskoláknak, hogy a mennyiségre, hogy mennyi teja kell, és akkor azt ő szépen ki szokta merni, elkészíti, kimeri, és jönnek a sofőrök fél hétfele, illetve negyed hétfele, és már szállítanak ki mindent. A reggeli össze van rakva. Megyek, megmutatom, hogyha gondolod. Jó, elmegyünk erre. Most például nekik ma egy ilyen sárgarépás vajkrém lesz a reggeli. A pékáru az ott van az iskolában, meg az avonában, a helyszínen, oda viszi a szállító, és ott az ottani tálaló személyzet, akik kitálalják az ebédet is, ők megcsinálják már a reggelit, megkenik a kenyeret, meg elkészítik ezeket a dolgokat a gyerekeknek. Ha ide belépsz, itt látod, itt már össze van nekik rakva, össze van készítve a reggeli. Ezzel semmi dolog nincsen, ez sofőr jön, viszi, föl van címkézve, meg van írva minden, hogy kinek mi kell mennyiségre is, meg hogy mit fog reggelizni. Ő Horváth Zoltán, az élelmezés vezető. Ő látja át a teljes rendszer működését egy teljes havi menütől az utolsó darab hagymáig. Ha érzékeltetni szeretném, akkor arról beszélünk, hogy nap mint nap, ha tényleg mindenki van, és nincs Covid, és nincs semmi, akkor 1250 főről beszélünk per nap, tehát őket kell ellátni, vagy élelmezni, ugye napi háromszori étkezéssel, tehát egy 10 órai ebéd uzsonna. Na most ugye, ami nagyon fontos a konyhán, hogy minden egyes étkezésnek, ugye, tehát nekünk külön kell bontani, tudni kell a reggelinél, hogy akár kenyérből mennyi kell, szalámiból, zöldségből, tehát nekünk ezt mind tudni kell. Most, hogyha így az ember átgondolja hirtelen, hogy 1250 főről beszélünk, ugye itt óriási mennyiségek vannak, tehát itt láttuk, hogy most is jött 110 kg hús, ez még azt mondom, hogy ez még a kisebbik tétel, szokott itt jönni 200-300 kg is, és hát összességében 11 helyre szállítunk. Tehát ez ugye a hiba lehetőségek háztára az óriási. Tehát 11 hely, többféle alapanyag, többféle menü, szóval egy óriási, amit itt át kell látni. Igaz, erre van a számítógépen egy nagyon jó rendszerünk, amiben, hogyha minden szépen fel van töltve, akkor igazából mondhatnám, hogy két gombkattintás. Nem egészen így van, de majdnem. És hát még pluszban hoztunk egy olyan lehetőséget, hogy színkódok alapján, hát színkódokra tettük szét az iskolákat, hogy biztos, ami biztos, minden iskolának lett egy színe, hogy badellákon is, már az alapanyagokon is sokszor rajta van a szín, hogy tudjuk, hogy az csak oda fog menni, hogy ne keveredjen be. Nálunk a gyerekek zömében, az általános iskolákban mindenképpen, az óvodákban nyilván ez még nem elérhető, meg nem is nagyon van értelme. Nálunk AB menüből lehet választani, tehát gyakorlatilag a szülők a gyerekekkel otthon, egy adott honlapon kiválaszthatják azt, hogy azon a napon ő az A és a B menü közül melyiket szeretné választani. Az, hogy ez hogy áll össze, abban mi azt a mesdjét tűztük ki magunknak, hogy az almenü mindig egy hagyományosabb vonalat képvisel, tehát mondjuk az almenüt betesszük a főzelékeket, ragukat, hagyományosabbnak tekinthető ételeket, és a B-menüben próbálunk olyan ételeket bevezetni a gyerekek számára, amelyek mondjuk reformabb alapanyagokat tartalmaznak, vagy valamilyen módon újító jellegűek. Az receptúrákat, a menüket, azokat mi írjuk kint az élelmezésvezetővel, dietetikus segít nekünk abban, hogy a rendeletnek ezek a menük mindig megfeleljenek, tehát mi egyszer elképzelünk valami szépet és jót, és utána egy dietetikus segít nekünk abban, hogy ezt úgy húzzuk helyre, hogy a rendeletnek minden ponton megfeleljen. Most már kialakult egy 5000 receptünk, amivel azért volt nem kevés munka, úgyhogy nem mindig kell gondolkodnom, nyilván próbálom azt, hogy egy hónapra nézem, mert törvényileg ugye nekem 10 nap van előírva, de azért próbálunk egy hónapot nézni, hogy ne ismétlődjön benne semmi, tehát itt értem akár a leveseket, egy főételt, hogy semmi ne ismétlődjön, ehhez azért kell egy óriási mennyiségű recept. A szárazárunk az jelenleg így néz ki, tehát igazából próbálunk mindent nyilván szakszerűen elpakolni, meg átláthatóan. Ugye nekem a legfontosabb az átláthatóság, hogy bejövök, tudjam, hogy mi van egyáltalán raktáron. Ha bejövök már, hát igazából most már lassan eljutottunk oda, hogy körbe se kell néznem, mert már nagyjából fejből tudom. Hát ez itt, ami most látunk a raktárban, hát ez körülbelül egy olyan 3 napi termés. Tehát ez körülbelül 3 nap alatt kiürülne, hogyha nem rendelnék.
Hát nyilván az alapvető élelmiszerekből, mint a liszt, az olaj, a cukor, ezekből mindig van egy kicsit több, de a többiből, akár a tészta, vagy bármilyenekből, hát ezek itt 2-3 nap alatt nagyjából ki szoktak ürülni. Úgyhogy igazából így néz ki egy raktár. Nagyon fontos ugye itt a pakolásnál, hogy mindig a régit azt előre kell hoznunk, és akkor az új megy mögé. És hát használunk egy-egy olyan élelmiszert, amit azt mondom, hogy otthon nem. Például itt van ez a most nem akarok reklámozni, de igazából ez egy előgőzölt rizs. Próbálom így mutatni, mert így nem látszik a márkája. Ez egy előgőzölt rizs. Ezzel egy kicsit egyszerűbb dolgozni, ennek annyi a lényege, hogy nem kell nagyon főzögetni, hanem forró vízzel csak fel kell önteni, bepárolódik és már kész is van. Ezzel sokkal könnyebb dolgozni, mint a házival. Ugye a házit azt leszoktuk pirítani, ezt nem kell, erre csak a víz, egyet rottyan és kész is van. Hát menjünk, nézzük meg, hogy mibe főzünk. Ugye van ez a három zsámolyunk. Ezen a három zsámolyon szoktak úgymond nálunk a kisebb dolgok főni. Tehát csak az ilyen 90 és 50 liter közötti termékek, azokat itt szoktuk megfőzni. Ez majd egy lecsó alap lesz, ez gondolom majd megy az egyik pörkölt alá a hétvégén. Ebben már a zöldségek pirulnak, ott mellette pedig a gyümölcslevesnek az alapja készül. Egy nappal korábban ez a Szent Mór iskola központ általános iskolája, ebédidő. Hamarosan érkeznek az alsósok. A mai A-menü zöldségleves csigatésztával és hentes tokány rizssel. A B-menü lencsekrémleves és sütőben kisütött rántott hal, főtt rizssel, friss kevert salátával. A gyerekek előre megbeszélik a szüleikkel, hogy melyiket választják. Egy mágneskártyával érkeznek az ebédhez, amit leolvas egy gép, a konyhások pedig látják, hogy ki melyik menüt választotta. Egyszerű. Ugyanakkor mégis bonyolult. Ahhoz, hogy ezek a gyerekek egészséges, de mégis finom, ráadásul a közétkeztetést szabályozó rendeleteknek minden szempontból megfelelő étkezéshez jussanak, tökéletesen kell egyensúlyozni a legkülönbözőbb szempontok között. A rendelet többek közt előírja azt, hogy milyen gyakorisággal adhatunk egyfajta ételt, mennyi sót lehet használni, tehát ezeknek meg kell felelni. De azt gondolom, hogy különböző krémekkel, tehát például a zöldségeket próbáljuk becsempészni a gyerekeknek a kis étkezéseibe, szendvicskrémek segítségével, mondjuk sárgarépa krémmel, vagy egy céklás túrókrémmel, ami viszont egy nehéz dolog, mert annak ellenére, hogy minden visszajelzésből pedagógusoktól a tálalókonyhákon dolgozókon át az a visszajelzés, hogy nagyon finom egy ilyen krém, a gyerekeknél mégsem megy át. Mi azért próbálkozunk intenzíven, néhány alkalommal, és hogyha 3-4-5 alkalom után sem megy át, akkor próbálunk valamit csavarni rajta. Hát a sózás az ugye meg nekünk nagyon fontos, mert az törvényileg szabályozva van. Tehát annyira szabályozva van, hogy én a minimum só mennyiséget nem léphetem át. Tehát hiába engedné meg a törvény, hogy mondjuk egy alsós korú gyereknek 2 és 3 gram között adhatni, 2 gramot szabad egész nap. Ami azért is nagyon nehéz, mert itt még a zöldségeknek a nátrium tartalmát is beleszámolja, tehát mondhatnám, hogy sót így majdnem nem is használhatunk. Az nehezíti? Hát nagyon nehéz, igen. Tehát most ezt úgy kell elképzelni, hogy egy levesnél például, amikor van 3-4 féle zöldség benne, akkor majdhogy nem só az, nincs. Mert akkor azzal már elérjük a törvényileg előírtat. Úgyhogy ez így nem könnyű, igen. A rendelet nem ismert tréfát. Szigorúan megszabja nem csak a gyerekek által a menzán elfogyasztható só, de a cukor mennyiségét is. Mint ahogy azt is, hogy adott időn belül hány alkalommal lehet bőzsiradékban kisütött ételt adni nekik. Tejfölt, tejszínt nem kaphatnak, csak ha azokat belefőzik az ételekbe. Szabályozzák a felhasználható húsok zsírtartalmát, és azt is, hogy a gyerekek mennyi margarint vagy épp felvágottat kaphatnak. De a lekvárral és a mogyorókrémmel is ugyanez a helyzet. És a felsorolás még korán sem teljes. Így kell olyan ételt készíteni, amit a legnagyobb kritikusok, a gyerekek még meg is esznek. És ha mindezeknek sikerül megfelelni, akkor jöhet, és bizony gyakran jön is, az a bizonyos homokszem abban a bizonyos gépezetben. Az első és legfontosabb, amivel mindig sokat szoktam szenvedni, ez sajnos a, hát mondjam úgy, hogy az alapanyagbeszerzés. Most ugye ennek a világban történt dolgoknak most sajnos van egy olyan hátulütője, hogy volt olyan időszak, amikor például étolajat egyáltalán nem kaptunk, tehát közölték, hogy jövő héten nincs étolaj.
Vagy volt olyan időszak, amikor például egyik héten így közölték, hogy jó, most csirke nem lesz, csirkehús nem lesz. Ugye ezekkel nagyon nehéz, mert ugye még egyszer, amit mondtam az előzőekben, nekünk 23% alatti zsírtartalmú húsokat. Mi az? Hát nyilván a szárnyasok. És volt egy időszak, amikor nem lehetett beszerezni. Aztán jött egy olyan időszak, amikor már lehetett beszerezni, csak hirtelen ilyen áron. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon megnehezítik a munkánkat, meg hát nyilván maga az áremelkedés az, ami nagyon megnehezíti, tehát ezek sokszor befolyásolják azt, hogy nem is jön meg az áru, ami kéne, mert nem tudnak hozni, vagy hát sajnos megesik olyan is, hogy véletlen rosszat hoznak, tehát volt olyan, hogy vasárnap a 110 liter tej helyett 110 liter tej följött, és reggelre ugye akkor nem volt zapkása, most akkor hogy tudod megoldani? Hát nagyon egyszerűen, van egy olyan, most nem akarok reklámozni, de van egy olyan nagy szolgáltató itt a közelben, ahova elszaladok, és hoztam 100 liter tejet. Tehát igazából csak így tudom megoldani, ugye ez vasárnap délután derült ki. Úgyhogy nem egy olyan egyszerű megoldani ilyen problémákat, mert hétközben még mindig könnyebb, mert ugye hétközben azért sok minden nyitva van, vagy bárhova el tudok szadni, akár saját autóval. Tehát ez nagyon nagy kihívás, és utána a következő az maga a konyha. Tehát azért 1250 főre megesik olyan, hogy mondjuk az 1250-ből 1000 az almenü, akkor azért ott sokszor föl az ember feje, hogy ezt most hogy legózzuk össze a konyhán, hogy mit hova tegyünk fölfőni, mi hova fog kerülni, mit mikor kezdjünk el csinálni. Nyilván ebben az Attila is nagy segítségre van, de azért ezen még néha kell matekozni, hogy mi hova kerüljön. Ha az elmúlt pár percben elhangzottakat összegezzük, akkor a végeredmény az, hogy lehetetlen jól csinálni a közétkeztetést. Erre azonban a Manza csapata rácáfol, sőt a legnagyobb kritikusoktól jön a legtöbbre értékelt dicséret. Nekem a legnagyobb sikerélmény ebben talán az, hogy nekünk van egy olyan rendszerünk az iskolákkal, meg az óvodákkal, hogy nekünk nap mint nap visszajelzik, hogy az az adott napi étel az milyen lett. Tehát van egy 1-től 10-ig lévő skála, és azon mindig csak elküldik, hogy a mai milyen volt, és amikor az ember azt látja, hogy mindenhol 10-est kap, és hozzáteszem, hogy ezt nagy részben nem is a konyhások döntik el, hanem mindenhol van kint egy ilyen kis dobozka, amiben nyugodtan a gyerekek beleírhatják 1-től 10-ig, hogy... És ez azért jó tudni, hogy mondjuk az 1200-ból 1000 azt mondja, hogy na, ma megfelelt, és ma tök jó volt. Ez azért nagyon nagy sikerélmény. És a másik nagy sikerélmény, hogy mellettünk itt van ugye a szociális otthon, ahonnan dettó ugyanezt kapjuk. És azért amikor egy gyerek, meg egy felnőtt is ugyanazt mondja, na az meg már végképp. És a harmadik, amit azért mindenféleképpen szeretnék megemlíteni, az maga a munkahely. Jó csapatunk van ott, mindenki a szívén viseli azt, hogy milyen ételek kerülnek ki tőlünk, és én nekem mindig is az volt a hitvallásom, hogy a közeg, az energiák, azok nagyon fontosak, főleg egy ételnél. Tehát az, hogy az étel milyen ízű lesz, abban nem csak az számít, hogy ez hogy készül el, milyen technológiával, hanem az, hogy milyen hangulatban történik ott a főzés. Úgyhogy szerintem ez is érezhető az ételeinken. A konyhában lassan elkészülnek az ételek, például a lencsegulyás. De hogyan főzünk lencsegulyást ennyi embernek? Lencsegulyásnak a receptjét nem fogom elmondani, mert azt mindenki ismeri. A mennyiségeket mondom el, jó? Tehát amit beleteszünk húsit, ezt mi ugye gyerekeknek főzünk, ezért aztán csirkehúsból csináljuk a gulyásnak a pörköltjét. Ez 30 kg húsi csirkecomb. Filézett, bőrözött, tiszta színhús csirkecomb, ami elkészül a pörköltnek a gulyáslevesbe, és ott pedig a gulyásleves föl az alapja, a lencse. 30 kg lencse van benne, 15 kg sárgarépa, 8 kg petrezselyemgyökér, 14 kg hagyma nagy vonalakba, és a fűszer. A fűszerezés és a fűszerezésnél ugye nekünk, mivel iskolának főzünk, vigyáznunk kell, tehát erre óvatosan kell fűszereznünk, úgyhogy mondhatni azt, hogy nagyon lájtosra van fűszerezve. Igyekszünk jó ízeket összehozni, még így is. Aránylag azt mondom, hogy meg vannak elégedve, tehát egész jól meg vannak elégedve, és jó visszajelzéseket kapunk az ételek ízéről, mennyiségéről. A konyhában közben készül az aranygaluskára szánt sódó. Ha hiszik, ha nem, még ebben is van buktató. A tojásnál ugye tudni kell, hogy nekünk a hőkezelés a legfontosabb, tehát mindent a megfelelő minőségben és mennyiségben kell hőkezelni, mert a szalmonella egy bizonyos idő után elpusztul ugye a hőkezelésnél. De a sodónál, mivel hogy most erre tértünk itt, azért nem szeretnénk, mert azért itt most beszélünk majdnem 200 literről,
És a sodónak van egy olyan hátránya, hogyha tojással készül, ugye belekerül azokban az edényekbe, amiket ott láttunk kint. Sajnos hiába nekünk mindent melegen kell ugye kiküldeni. Ezért ha lefedjük, vissza fog csapódni egy idő után benne a gőz, vissza is higul ráadásul, és a tojás meg benne a gőztől szeret, hát mondjam úgy megbudjanni, vagy nem is tudom, és ez innentől kezdve meg ugye nagy veszélyt jelent, 1200 gyereknél meg főleg. Ilyenkor tehát, mi a megoldás? Hát ilyenkor annyit szoktunk megoldásnak, hogy pudingporból készítjük nyilván, mert azzal ugye nincs ez a szalmonella veszély, de akár egy rakott ételnél a tojásra ugye nincs ilyen probléma, mert ugye ott rendesen tudjuk hőkezelni, meg ugye ott meg is sül, tehát a esélye nincs arra, hogy bármilyen probléma előforduljon. 8:30, szerintem egy 4:20 is készen vagyunk, és 3:49-9 óra között már elkezdjük kiadagolni az ételeket, mert 9:30 legkorábban el kell indulni a szállítónak. Ahhoz, hogy a komlói kört azt meg tudja csinálni, időbe kiérjen. A pécsi kör az ráér 10 órakor elindulni, de nekünk ilyenkor 3:49 kész kell lenni mindig, minden esetben, mindennel. Ha nem vagyunk kész, akkor baj van, akkor csúszunk. Az nem jó. Az ebéd elkészült, az ételek bekerülnek a különböző intézmények színkódjaival ellátott badellákba, aztán a furgonokba, és végül megérkeznek a rendeltetési helyükre. Például ebbe az óvodába. Most megnézhetjük, hogy a gyerekek hogyan fogadják. Van, aki rendesen nekilát, és van, aki szerint az evésnél sokkal izgalmasabb lenne valami játék. De végül is ilyenek a gyerekek. És bár péntek van, a főzőkonyhában folytatódik a munka. Ma nem készülünk elő az iskolákra, ma takarítás van, kicsit nagyobb takarítás, mint általában, ilyenkor van arra egy kis idő, és mivel este lesz egy rendezvény, arra előkészülni, hogy azt időben el tudjuk indítani, mert azt is délután 5 órakor át kell vinnünk. Ahogy azt a műsor elején elmondtuk, a Manza a Pécsi Egyházmegye turizmussal és vendéglátással foglalkozó szervezetének a része. Így a Manza konyhán ide is készülnek ételek. Ez a Magtár kávézó és étterem a püspökség egykori terménytárolója. Ez egy különleges épület, mert maga az eredete a leírások szerint 1752-re nyúlik vissza, és ahogy a nevét is megőriztük, hogy magtár, valóban egy magtár volt, terménytárolásra szolgált az épületnek a felső szintje, és bortárolásra az épületnek az alsó szintje. Gyakorlatilag a püspökség gazdasági holdudvarába tartozó épület volt. Mielőtt az épületnek a felújítása és az új funkciója megfogalmazásra került, már nagyon rossz állapotban volt, mint ahogy az országban több helyen is látunk ilyenfajta magtárakat, aminek kiürült a hagyományos funkciója és az épület maga az enyészeté lett. Ezt is így kell elképzelni, és maga a pályázat adta a lehetőséget, hogy új funkciót találjunk neki. A magtárban megérkeztek a főzőkonyhán elkészített ételek, ezekért is Bodonyi Attila felel. Mindent aprólékos gonddal készítenek elő, csak úgy, mint jó pár órával korábban a gyerekeknek. A különböző fogások lassan kikerülnek az asztalra, és elkezdődik a rendezvény. Ez egy olyan cég, akik járnak hozzánk mindenféle menedzseri egyeztetésekre, és ez most nekik egy céges vacsorájuk. Itt most jelenleg svédasztalos lesz a vacsora, 2 levessel készültünk, egy zöld borsókrémlevessel és egy szárnyas ragulevessel, egy tárkonyos szárnyas ragulevessel. A főételek között lesz egy sertéstarja, egy mustáros sertéstarja kemencés burgonyával, lesz egy afrikai harcsa zöldségekkel és egy tofu, mert általában ezeken a rendezvényeken azért nagyon jelen vannak a diéták, a különféle ételérzékenységek, és a desszerteket pedig a kávézó kínálatából biztosítjuk nekik. Így nézett ki tehát egy nap a Manzán, a Pécsi Egyházmegye főzőkonyháján, ami egy méretes szervezet egyik legfontosabb alapköve. Thank you.